Önök a médiás.com összművészeti hírmondót látják. Abban a komédiás kávéházban ülök, ahova a legtöbb művész egyszer biztosan betér. Ebéd, süti, kávé, újság. Beszélgető társaim azok az alkotók, akik a hazai kultúra teremtői és szereplői. A médiás.com a komédiásban. Forgatásra is emlékszem, olyan hosszú az utómunkája a filmnek, de azért valójában ezt ugye tavaly nyáron kezdtük forgatni, 75 napon át forgattuk, úgyhogy tényleg nagyon nagy falat volt, november közepe táján fejeztük be, és hát azóta tart az utómunkálatai. Olyan nagy tömeget nekem nem kellett megmozgatnom, mint az Egri csillagokban, de azért nagyon látványos lesz, csak ma már a komputer az ember segítségére van, és például ugye sok lóverseny van a filmben, hiszen a film a Kincsem címet viseli, ugye, amiről talán tudják az emberek, hogy az a mai napig a leghíresebb versenyló a világon, és emiatt a lóversenyeket meg kellett rendezni úgy, hogy ez az egész történet az 1870-es években játszódik. Hát ilyen lóversenypálya nem nagyon van, úgyhogy mi megépítettük a tribűnnek körülbelül az egyötödét, egyhatodát, azt teleraktuk emberrel, és akkor, de látványában azért ez a tribűn ez sokkal-sokkal nagyobb lesz, és sokkal több ember lesz, és itt hívtuk segítségül a komputert. Mert hogy azt olvastam, hogy volt olyan jelenet, amiben 700 embert kellett mozgatni. Hát igen, az volt a legtöbb. Igazából a szerencsémre annyi, hogy nem volt ez annyira bonyolult, hiszen egy tribűnre kellett őket felrakni, és akkor csak arra biztatni, hogy lelkesek legyenek, és hogy drukkaljanak a lovaknak. De nem is ez a lényege a filmnek, mert szerintem óriási a történet is, amit a forgatókönyv írója kitalált, hiszen a történet maga egy kitalált történet. Így van, nem igazi a történet. Az érdekessége az, hogy a Kincsemnek, magának a lónak a története nem izgalmas, mert 56 verseny indult és 56-ot megnyert. Gyakorlatilag a szereplők azok valódiak, tehát tényleg a Kincsem tulajdonosa játszik benne tulajdonképpen, meg az ő trénere, meg a zsoké, aki egy angol származású zsoké volt. Tehát maguk a szereplők azok valódiak, de a maga történet az fikció, egy nagyon szép romantikus történetről van szó, egy nagy szerelemről, mindeközben nagyon sok kalanddal és fordulattal. Hát úgy tudom meghatározni, hogy egy romantikus kalandfilm lett a végén belőle. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végzett a forgatókönyvíró. Hegedűs Bálint volt a forgatókönyvíró, nagy részt én a végén egy kicsit beleszálltam. De egy rendkívül jó történet kerekedett belőle. Ma nagy hiány van az ilyen nagy formátumú romantikus filmekből, mert a háborús és zombis és egyéb filmek öntik el a mozikat. Azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy örömmel fognak elmenni a moziba. Mit gondolsz, lesz akkora nézettsége, amennyit te gondolsz, hogy kellene lenni ahhoz, hogy megfelelően híres legyen ez a film? Hát én bennem van aggodalom, egyszerűen azért, mert ez a műfaj egy picit kihalóban van, és a mai fiatalok azok annyira ezekre a Marvel képregény filmekre vannak rágyógyulva, hogy ezek a kosztümös filmek már nem izgatják őket. Én igyekeztem úgy megcsinálni, hogy ez egy nagyon friss, fiatalos arcot kapjon, nagyon izgalmas és humoros kikacsintások vannak a mába, elég szabadon kezeltük a kosztümöket, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon friss mai és szórakoztató film készült, és azt hiszem, nekünk ez lesz a legkomolyabb feladatunk, hogy a marketing kampányát a filmnek úgy csináljuk meg, hogy ezt próbáljuk meg közölni, hogy nem kell félni. Ez egy nagyon-nagyon humoros, mai, akár mondhatom, hogy fiatalos
film lett, ami szerintem dizájnjában is megállja a helyét a 21. században. Herendi Gábor fogorvos a Valami Amerikával robbant be a magyar filméletbe, és tőled csak egy ekkora volumenű sikert várhatnak el, azt gondolom a nézők. Mit gondolsz, hol helyezkedik el a te munkásságodban ez a film? Hát én azért azt gondolom, hogy nekem ez az eddigi legnagyobb produkcióm, és nem is a költségvetése miatt, hát persze amiatt is. Ennyire komplex filmet én még nem csináltam, nagyon-nagyon felkészültem rá, nagyon szerettem az alapanyagot, és hát emberpróbáló volt, mert azért ez tényleg egy hollywoodi méretű film, és tudom, hogy a mérce a hollywoodi filmek, nincs mese, nem lehet egy olyan filmmel előállni, ami színvonalába alulmúlja a hollywoodi filmeket. Én azt gondolom, hogy nekünk most erre volt muníciónk, és én bízom benne, hogy nem kell szégyenkeznem, és felveszi a versenyt az amerikai filmekkel.